ugyan a jelenünkben élünk, ugyan reménykedünk abban, hogy a jövőnk az nagyszerű lesz, de eközben ne felejtsük el, hogy amin a lábaink állnak, az a múltunk. És a múltunkat létrehozókat minden korban, minden időben tisztelet, megbecsülés és szeretet kell, hogy övezze. Én azt kívánom, hogy ezek a megemlékezések évről évre ismétlődjenek meg. Azt kívánom, hogy ez az emlékház betöltse a szerepét és emlékeztessen a nehezebb időszakainkra, és emlékeztessen a könnyebb időszakainkra is. És azzal a reménységgel állok ma itt önök előtt, hogy jön a következő generáció, aki megérti az emlékeztetésnek a lényegét, és ha valaki majd 50, 60, 70, 80, 100 év múlva fog ezen a helyen beszélni, ők lehet, hogy rólunk fognak megemlékezni. Megtartotta a szokásos éves holokauszt megemlékezését a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság június utolsó vasárnapján. Rostász Zoltán, a társaság elnöke úgy nyilatkozott, a holokauszt az emberiséget érintő tragédia volt. Bármikor előfordulhat. Változó, forrongó világunk van. Tegnap még mehettünk a boltba, ma már nem mehetünk. Tegnap még maszkot húzunk, ma majd nem húzunk, tehát nem tudjuk, hogy mi történik holnap. Én azt gondolom, hogy nem csak a zsidóságnak az eseménye ez, hanem egy olyan tragédia volt az emberiség történetében, amikor faji alapon kiirtottak 6 millió embert. Itt meg kell emlékezni, hogy cigány származású emberek 1,5 millióan haltak meg a haláltáborokban, tehát ugye mindig csak a zsidó származásokról emlékezünk meg, de érthetően itt van a cigányság is, és azok az áldozatok, akik a háborúnak az áldozatai lettek, közel 60 millióan. Tehát mi arra szeretnénk emlékeztetni, hogy amennyiben az emberiségben maradnak olyan emberek, akik ezt erre emlékeznek, erre a vészkorszakra, azok a többieknek mindig riadót fújjanak, és riadót mindig békeidőben kell fújni, mert amikor jön a vihar és kinhajtjuk a ruhákat, akkor és már leszakadt az eső, már nem tudjuk beszedni szárazon, úgyhogy mindig a vihar előtt érdemes. Úgyhogy ez az emlékeztetésnek a célja, semmi egyéb. Megemlékezésen általában egy fiatal generáció, mindig fiatal generációt hívunk, aki a megemlékezés kulturális programját. Ez egy zenés, szöveges program, körülbelül 30 percben, és ez különösen az időseknek, akik megjelennek, azoknak biztató, hogy nem maradnak el a jövőben sem ezek a megemlékezések. Néhány protokoll személy fog beszédet mondani, aztán átvágjuk az emlékháznak a szalagját, és az emlékházban lesz még néhány köszönő mondat, és a legvége ezeknek a programoknak mindig egy menettel zárul, ami innen indul, és a vasútállomásig gyalogulunk le, zömében azon az úton, ahol annak idején a háború előtt elhurcolták a zsidó származású embereket. Az idei megemlékezés azonban rendhagyó volt, hiszen a visszatekintés után átadták a némi állami támogatásból és sok önerőből felújított régi zsidó imaházat. A dr. Rész Józsefről elnevezett épületet emlékházként üzemeltetik majd a jövőben. Nem múzeum lesz, hanem emlékház, aminek a célja az, hogy a Dombováriról elszármazott, illetve még az itt maradt zsidóság relikviáit összegyűjti, kulturális programokat fog bonyolítani. Ugye a Dombováron a zsidóság, zsidó hitközség nincsen, ezért a baráti társaságunk őrzi ezeket a hagyományokat közhasznú civil szervezetként, és most lesz egy ilyen emlékházbázis, ahol változott az elmúlt években a holokauszt megemlékezéseknek a menetrendje, mert a túlélők kihalnak, elhaláloznak, úgyhogy most mi már nem emlékezünk, hanem emlékeztetünk. És az emlékeztetés az egy nehezebb műfaj, mert olyanról kell emlékezni, ahol nem voltunk ott, úgyhogy ezért egy emlékházzal egybekötve emlékeztetünk majd a vészkorszakra. Nagyon rossz állapotban volt, és minimális pályázati pénzzel és olyan 80% önerővel újította fel az Egyesület. Nem titkolt célunk ennek a felújításnak az lenne a célja, hogy a mögöttem álló zsinagógát is szeretnénk legalább olyan állapotba hozni, hogy az állagmegóvás megtörténjen rajta. 8-10 éve van ennek az épületnek, és Dombóvár elveszti ezt a műemléképületét, úgyhogy itt szerettünk volna nem csak kérni, hanem először adni, hogy képesek voltunk egy kisebb szeletét megcsinálni ennek a területnek, és erre alapozva
Viszont most szeretnénk kérni, hogy ugorjanak be az emberek, aki ezen a területen képes és a lehetőségei engedik, és akkor az elkövetkező években a zsinagóga projekt szeretnénk, hogy megvalósuljon. Itt hitéleti tevékenység minden bizonyal nem fog már folyni, mert a zsidó származású emberek vagy nincsenek már Dombováron, vagy már asszimilálódtak a magyar társadalomban vallásilag is, úgyhogy itt kimondottan az épületeknek a megóvása, és annak a néhány személynek, aki itt rengeteget tett a múlt század elején, azoknak az emlékének a megóvása zajlik. Pintér Szilárd a város polgármestere is támogatja Dombóvár ezen részének fejlődését is. Nyilván nagyon fontos, hogy évre megemlékezzünk, ne felejtsük el történelmünket. Az is nagyon fontos, hogy Dombán ez a közösség aktív részvevője a közéletnek, és nyilván a mai napon is látszik, hiszen újba felépítettek egy épületet. Ezzel párhuzamosan fontos számomra, hogy mi a közterületeket is tudjuk ezzel párhuzamosan felújítani. Nyilván mindenki fogja majd látni, hogyha a jövő ilyenkor találkozunk, rendezett formában tudjuk parkoltatni az ideérkezőket, normálisan tudjuk fogadni őket. Hiszem azt, hogy van jövője ennek a városrésznek is, pont ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy ennek a fejlesztését és a szegregátumnak a felszámolását megkezdi. Ebben itt a jelenleg lévő vendéglátónk helyi közösségnek is nagyon fontos szerepe van, hiszen egy szegregátumot akkor lehet felszámolni, hogyha abban visszahozzuk az életet. Az infrastruktúra önmagában nem elég, az embereket meg kell győzni arról, hogy igenis érdemes idejönni, érdemes itt lenni, és újból akár be is lehet népesíteni a üresen álló házakat.